Infrastrukturális fejlesztések, energiapolitika, konnektivitás, ezek lesznek az uniós soros elnökségének a fő feladatai, ugye erről beszélt Kovács Zoltán az adás elején. Horta Oliver századig üzletek vezetője vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a köszönjük. Alapvetően azt mondta Kovács Zoltán, hogy az Európai Unió versenyképessége ez lesz a, a fő témája, ez, ez, lesz a legfontosabb ebbe a következő fél évben. Hogyan kapcsolódik ez össze az EP választások utáni energiapolitikával? Nekem az a véleményem, hogy az Európai Uniónak különösen versenyképességi szempontból elsődlegesen energia problémája van. Jelenleg a villamos energia árak két-két és félszer annyiba kerülnek, két-két és félszer magasabbak, mint az Egyesült Államokban és három-négyszer olyan magasak, mint az ázsiai országokban. Ha megnézzük a széndiokszid kvóta árakat, tehát hogyha, hogy egy termelőnek a kibocsátott széndiokszid után mennyit kell fizetnie, az amerikai legrégebbi kvóta piachoz képest 8 a különbség, a kínai nemzeti piachoz képest. Tízszeres a különbség. Nem Meg véletlen, is van a magyarázott. Hogy... Nem véletlen, hogy az európai ipar olyan állapotban van, amilyen, és a következő időszakban ezen változtatni kell. Amellett, hogy ez egy versenyképességi problémát okoz, nagyon súlyos társadalmi problémát is eredményez az elmúlt időszakban a század vég évről évre készített európai szintű közvélemény kutatásokat is, és az energiaválság óta az energiaszegénység jelentősen megemelkedett, azt látjuk, hogy a legutóbbi mérésen az Európai Unió átlagát tekintve a felnőtt lakosság negyede nem képes kellő mértékben felfűteni az otthonát, illetve évente legalább egyszer előfordul vele, hogy anyagi okokból nem tudja időben kiegyenlíteni a közüzemi számláit. A, ezek mind-mind olyan problémák, amelyekre választ kell találni, és szerintem ezért nagyon helyes, hogy, hogy végre valaki a, a versenyképességet helyezi Ha maradnak a peremfeltételek, ezek a kótaárak, marad az Oroszországgal szembeni szankciók, az Amerikának való kitettség, növekedése, tehát változatlan peremfeltételek esetén van kiút, meg lehet oldani, új lehet újra versenyképes az európai energiapiac? Szerintem változásra van szükség. A mostani helyzet nagyon egyértelműen azt mutatja, hogy az Európai Unió egy energiacsapdába került. A, jelenleg a, a, az irányadónak tekintett holland gáztősdén például gázára 35 euró per megavattóra körül mozog. Az energiaválság előtt ez 15 és 20 euró per megavatóra között mozgott. Nagyjából a duplá. Mindezt úgy, hogy a tárolók töltöttsége Európa szerte rendkívül magasan áll, és nincs semmi olyan különös esemény, ami magyarázná ezeket az árszinteket. Ráadásul az elmúlt másfél-két évben az Európai Unió gázigénye jelentősen lecsökkent. Hogyha a gázigények újra emelkedésnek indulnának, ami a gazdasági aktivitás növe növekedés. Egy, egy mellékterméke a makrogazdasági előrejelzésekben az energiafogyasztást a, a gazdasági aktivitás helyettesítőjeként szokás tekinteni. Most ebben az esetben a, a kereslet növekedése újra áremelkedést idézne elő. Tehát nincs más út, egyre több és több energiát kell az európai piacra juttatni minél olcsóbban, ami értelemszerűen ellentétes a szankciós törekvésekkel, és ebben a tekintetben különösen abszurd, hogy az új asztalon lévő készülő szankciós csomag az orosz cseppfolyósított földgázra is kiterjedne az előzetes információk szerint. Úgyhogy, szerintem ez az egyik nagy probléma, a másik pedig a zöld ideológia. Az, hogy az Európai Unió a világ klímacsendőrét játsza, és míg Amerika és Kína úgy gondol a klímapolitikára, mint gazdaságfejlesztési eszközre, nagyon óvatos az, azokkal az intézkedésekkel, amelyek korlátozzák a saját gazdaságát, és támogatásokkal igyekszik kapacitásokat építeni, amelyek a zöld technológiákra épülnek. Az Európai Unió egyre szigorúbban, egyre erősebben korlátozza a saját gazdaságát, és azt reméli, hogy abból majd valahogyan innováció nő ki. Magyarország próbál minél inkább a saját lábára állni, újabb és újabb földgáz- és kőolajmezőket, Keressünk aktívan és aknázunk ki, mai jó ír, hogy új újfalunál elkezdett termelni az új kút, sarkad, nyékpusztánál meg már termel. Mekkora vagy mennyire segíthet ez a magyar energiafüggetlenség megerősítésében, hozzátéve azt is, hogy azért a magyar energiafogyasztás is csökkent az elmúlt években. Igen, ezek valóban jó hírek, mert az energia szuverenitás szempontjából a belföldi kitermelés fokozása a, a legjobb irány, a, leg, a legkedvezőbb irány, amiben Magyarország haladhat. A mostani kút kitermelési kapacitásáról egyelőre nincsenek hivatalos adatok. A békési nyékpusztai gázmezőkön, ott, amelyek az elmúlt másfél-két évben sorozatosan indultak, ugye egy négy kútról beszélünk, azok eddig valamivel kevesebb, mint 100 millió köbmétert termeltek. Magyarország éves gázfogyasztása 8,5 milliárd köbméter. Ebből a, a belföldi teljes kitermelés 2021-ben és 2022-ben valamivel több, mint másfél milliárd köbméter volt. A 23-as évre még csak becsült adatok vannak. 23-ban már megközelíthettük az 1,6 milliárd köbmétert. A kormányzat célkitűzés, hogy minél előbb elérjük a 2 milliárd Köbmétert. Ezek az új találatok, az új kutak, ezek mind mindezt a célt szolgálják, illetve egy korábbi stratégiai dokumentumban az is szerepelt, hogy 2030-ra 2,4 milliárd köbméterre szeretné a kormányzat növelni a belföldi kitermelést, az energia szuverenitás erősítése érdekében. Az Európai Unió gazdaság befolyásolási politikájában most egy új eszközhöz nyúlt, ugye néhány nappal ezelőtt egy nagyon durva, nagyon erős védővámot vezettek be a kínai autók, Kínában gyártott, nem is csak kínai autókkal szemben. Azt mindenki érti, hogy ha hogy drágábbak lesznek Európában a kínai autók, de milyen egyéb hatása lehet mondjuk a magyar, az európai autóiparra? Hát azért exportálunk is oda autókat, meg kínai alkatrészeket is építünk be a magyar autókba, szóval mi lesz a vége ennek? Szerintem erről a kérdésről mindent elmond, hogy bár az Európai Bizottság azzal indokolja. A döntést, a szubvenciós vizsgálat eredményét, hogy a büntetővámokkal az európai járműgyártókat kívánja védeni. A járműgyártók már jelezték, hogy ebből a védelemből nem kérnek. A Mercedes, a BMW, a Volkswagen az elmúlt fél évben nyilvánosan kiálltak, és elmondták, hogy ne vezessen be az európai bizotok. Pontosan, ezek az nagy autógyárak az árbevételük nagyságrendileg felét már az ázsiai piacról szerzik, szinte mindegyik rendelkezik gyártó kapacitással Kínában. Ezek a gyártókapacitások gyakran támogatott gyártókapacitások. És hogyha a tágabb képet nézzük, szerintem önmagában érdemes föltenni azt a kérdést, hogy az Európai Uniónak mennyiben érdeke kereskedelmi konfliktusba keveredni Kínával. Úgy tűnik nekem, mintha az Európai Bizottság egyáltalán nem tanult volna az Oroszországgal zajló kereskedelmi konfliktus eredményéből, tanulságaiból. Kína az Európai Unió legnagyobb importpartnere és harmadik legfontosabb exportpiaca, úgyhogy, úgyhogy, nagyon súlyos következményekkel járhat a kereskedelmi konfliktus, és egyébként egy viszonylag friss hír, hogy Kína bejelentette, hogy válaszlépést vezet be egy nappal azután, hogy a büntetővámok életbe, illetve a szubvenciós vizsgálatot egy nappal később megindítja az európai sertés hús exportja. És az már Magyarországon szemben. Számítani. Elsősorban Spanyolországot, Dániát, Hollandiát érinti. Szóval az látszik, hogy egy nagyon rossz irányba halad a két ország közötti kapcsolat. És ha megengedi, szerkesztő úr, még annyit hozzátennék, hogy ennek a rossz iránynak egyáltalán nincs társadalmi legitimitása. Az előbb említett századvég kutatásban megmértük az európaiak véleményét a kérdésben, és az európaiak háromnegyede a kereskedelmi kapcsolatok bővítését szorgalmaznák, és nem azok leépítését a két ország között, illetve az ország és az Európai Unió között. Hortai Olivér, köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm.